A kormány beterjesztette a migránsok tömeges betelepítését tiltó alkotmánymódosítást, közben a Görög-szigeteken a 2015-ös állapotokhoz hasonló helyzet kezd kialakulni. Többek között ezekről fogok beszélgetni következő vendégemmel, Bakondi Györggyel, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadójával. Tehervonatokat kutatnak át az osztrák hadsereg katonái. A migránsok főként olyan szerelvényekre másznak fel, amelyek kamionokat szállítanak. Elbújnak a ponyvák alatt, vagy két teherautó között rejtőznek el. A bajor rendőrség tavaly mintegy 1000 bevándorlóra bukkant a tehervonatok átvizsgálása során. 2017-ben 14.600-an próbáltak meg Ausztriából Németországba jutni. Berlin és Bécs ezért összefogott annak érdekében, hogy megfékezzék a bűnözést és az illegális bevándorlást. Péntektől a két állam közös határellenőrzésbe kezdett. Az akció részeként az osztrák-olasz határon, valamint a Brennerhágónál is együttesen járőröznek majd. Ez már a bosnyák-horvát határ. A térségben folyamatosan emelkedik a migránsok száma. Boszniában 5000-en torlódtak fel, amire korábban nem volt még példa. A határ közelében szerda este egy menekültekkel teli kisbuszt üldöztek a horvát rendőrök. Miután az osztrák jármű a többszöri figyelmeztetés ellenére sem állt meg, és a sofőr el akarta gázolni az egyenruhásokat, rálőttek a kocsira. A mikrobusz sofőrje elmenekült a helyszínről. Őt helikopterekkel és nyomkövető kutyákkal még mindig keresi a rendőrség. Szakértők eközben arra hívták fel a figyelmet, hogy a legújabb menekült hullám nem Szíriából, hanem Törökországból és Görögországból fog indulni. A stúdióban köszöntöm Bakondi Györgyöt, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadóját. Jó estét kívánok! Ugye a jövő héten kezdődik majd a vita a stopsoros törvényjavaslatról és a 7. alkotmánymódosításról. Amennyiben elfogadják ezeket a törvénymódosításokat, érezhető, látható, érzékelhető változás bekövetkezik Magyarországon? Ha ez alatt azt értjük, hogy növekszik a hatósági fellépés hatékonysága, egyszerűsítik és világossá válik mondjuk a menekültügyi kérelmek elbírálása, vagy távol tarthatók lesznek a határtól, vagy akár büntetőjogra is felelősségre vonhatók lesznek azok, akik a szervezésében, irányításában közreműködnek az illegális migrációnak, akkor azt kell mondjam, igen, ezzel együtt az egy világos helyzet jelenleg, hogy a magyar határon nincs az a korábbi nagy nyomás, ami eddig jellemző volt. A felvezetőben is világosan látható, hogy megtaláltak egy új útvonalat. Görögország, Törökország, Görögország és Görögországból pedig Albánia, Montenegro, Bosznia, Horvátország, Szlovénia, és onnan aztán vagy Ausztria, vagy Olaszország. Ezért inkább a napjaink jelentősége az, hogy most itt kezdődnek a problémák, ahogy a felvezetőben hallhattuk, de másrésztről, ahogy az Európai Unió elmulasztotta, hogy gondoskodjon a külső határok hatékony védelméről, úgy a magyar kormány a mindenkori helyzet és a várható fejleményekre tekintettel időbe reagált. Ezek a jogszabály módosítások a hatékony fellépést, az államhatár biztonságos őrizetét és a magyar állampolgárok biztonságát fogja szolgálni, hozzátéve, hogy ugye ezek a jogszabály tervezetek még a választások előtt benyújtásra kerültek. Az akkori ellenzék ezeket nem támogatta, hiszen kétharmados felhatalmazás kellett volna mind a kettőhöz, de a választópolgárok a szavazás időszakában pontosan tudták, hogy ez a be van nyújtva, és ezt a választások után újra elő kell vennünk, és teljesen világos, hogy a nagyarányú választói támogatás kötelezi a kormányt arra, hogy ezeket a biztonságot garantáló fontos jogi lépéseket megtegye. Ugyanakkor komoly nemzetközi felháborodást váltott ki maga a törvény benyújtásának híre is. Többek között az ENSZ menekültügyi főbiztossága, az UNHCR arra szólította fel a magyar kormányt, hogy vonja vissza a stopsoros törvényjavaslatot. És emlékszünk még talán arra, hogy az ENSZ menekültügyi főbiztosságának munkatársai voltak azok, akik meg Idomeninél a tömeges menekültkérelmek benyújtására buzdították a migránsokat akkor, amikor ugye megszületett az EU-török megállapodás, és megkezdődtek volna visszatoloncolások. Vajon lesz-e bármiféle reakció az ENSZ kérésére a kormány részéről? Azt mondta,
hogy komoly nemzetközi felháborodást keltett. Hát ha ez alatt azt értjük, hogy a említett ENSZ szakosított szervezet és a civil szervezetek egy része, valamint a liberális frakcióvezető a parlament, Európai Parlamentbe megint lehetőséget kapott ott, hogy üvöltözzön Magyarországgal kapcsolatban, akkor én azért nem tekinteném komoly felháborodásnak, de az kétségtelen, hogy itt van egy alapvető kérdés. Alapvető emberi joge a migráció az illegális határátlépés, ahogy pedig ez nem alapvető emberi jog. A magyar kormány álláspontja az, hogy az államnak kötelesség, az állampolgárok biztonságának a garantálása, ez viszont a biztonsághoz való jog, ez viszont az állampolgároknak alapvető joga, és semmiképpen nem tekinthető az illegális, a tiltott határátlépés, a jogellenes, tömeges határátlépés, a jogszabályok semmi bevétele, akár európai, akár nemzeti jogszabályokról beszélünk, alapvető emberi jognak. Na most, az, hogy a Iromenin mi történt, és hogy mit tapasztaltunk mi a mindennapi belügyi rendvédelmi tevékenység során, mondjuk az ENSZ-nek, ennek a szakosított szervezetnek a munkatársai, azt láthattuk, hogy ahogy az előző beszélgetésben is itt elhangzott, hogy időnként a történteket eltúlozva, esetleg elferdítve, nagyon gyakran civil szervezetekkel, pont azokkal a civil szervezetekkel, akik az illegális migráció szervezésében, finanszírozásában, irányításában részt vettek, nagyon aktív kapcsolatot tartva, többnyire a magyar kormány intézkedéseit bírálta, legyen szó kerítésről, határozatról, rendőrérek alkalmazására, vagy tranzitzónáról. Beszéltünk a görögországi állapotokról, illetve a 2015-ös állapotokról, meg az EU-török megállapodásról is. Mi történt ezzel az EU-török megállapodással? Ez az EU-török megállapodás, ez most elvileg most is hatályban van. Ugye az tört, két dolog történt, ami ettől azért elfele viszi a dolgot. Az egyik a szigetek. Ugye a szigeteknél egy jelentős létszámú migráns gyűlt össze, és az EU, a görög alkotmánybíróság hozott egy döntést, hogy ezeket a személyeket, akik benyújtják a menekült kérelmüket, nem lehet fogva tartani, hanem ottan szabadon kell, hogy legyenek. Viszont ezért aztán elszögdöstek, nagy gondot okozott az ottani ellátásuk, elhelyezésük, hát a szigetlakóknak a hangulatát pedig könnyű volt lemérni. Ezért aztán anélkül, hogy elbírálták volna a migráció, a menekült kérelmüket, hogy átszállították őket a kontinentális Görögországba, ezáltal tehát a visszaadás lehetősége lesett. Másrészt ez az egyezmény nem terjedt ki a görög-török zöld határon érkezőkre, már pedig a mozgás, a illegális átlépések sokasága elsősorban ott erősödött meg, épp ezért az a tévhit, amelyet az Európai Unió mindenfajta illetékese többször is hangsúlyozott, hogy ezzel az uniós egyezménnyel tulajdonképpen megoldottunk mindent, és hogy most már tulajdonképpen ezt Magyarországon is elhangzott az ellenzék részéről, tulajdonképpen nincs is indoka ennek az egész határintézkedésnek, és hogy véget ért a migráció, és egyébként is egy nagyon pozitív folyamatról beszélhetünk, hogy az időközben történt terrorcselekményekről és egyéb súlyos visszaélésekről mi lehet ugyanezen embereknek a véleménye, ezt nem kérdeztem meg. Említett, egy új útvonal alakult ki, amelyen most folyamatos a beáramlás Európába, de szakemberek felemlegetik azt is, hogy a balkáni útvonalon pedig nagyon jelentős feltorlódás van. Ez esetleg okozhat-e feszültséget, vagy a későbbiek folyamán egy újabb hullám elindulhat-e? Yeah. Ausztria kijelentette, hogy ha és amennyiben ez a hullám folytatódik, akkor le fogja zárni a határait. Ez bennünket arra ösztönöz, hogy a külső határőrzetünket az eddiginél is nagyobb hatékonysággal őrizzük, mivel semmiképpen nem szeretnénk egy zsákszerepbe kerülni, hogy Ausztria nem engedi be, aztán itt maradnak nálunk. Ezért azt a határt mi szigorúan őrizzük és őrizni is fogjuk. A balkáni államoknak ugye a felkészültsége, anyagi lehetőségei, a sok esetben instabilitása, elsősorban politikai instabilitásra gondolok, ezek önmagában lehetetlenné vagy nehézzé tették a felkészülést egy ilyen migrációs hullámra, és hát a szervezők és irányítók az jó érzékkel rátapintottak, hogy ez lehet az az útirány, és bizony azért egy Boszniába, ott 5000-en érkeztek, az bizony egy olyan nagyságrend, ami már
ott az adott körülmények között nagyon komoly feszültséget és nagyon komoly problémát okoz, akár a lakosság biztonsági érzete, akár az instabilitás, akár a muszlim népességgel való kontaktálás okán, amelyek viszont a balkáni instabilitáshoz vezethetnek, és amelyek sürgős és komoly Európai Uniós segítséget igényelnek, ahogy most már egyébként az európai politikusok elég gyakran megfogalmazzák, itt lenne az ideje a külső határok biztonságos őrizetének. Bakondi György, köszönjük szépen! Én is köszönöm!